Igazából egyértelműen szobrász vagyok. A kérdés azért időszerű, mert hogy grafikusként, szobrászként és tanárként is számon tartják Imre Pétert, a Szekszárdon élő alkotót. Arról is beszélgetünk, a szobrászok általában a képzőművészet több ágában is megmutatják magukat. Képzőművészeten belül a szobrászok az nem biztos, hogy festenek, bár azért a legtöbb azzal is megpróbálkozik, de hát rajzolni mindenképpen az egy alapvetés, és bár a grafikának annak persze rengeteg sok műfajon belüli ága van, amiket én nem próbáltam ki a töredékét se, de a rajzolás az alap, tulajdonképpen az a gondolkodás. Bár soha nem akartam tanítani, vagy oktatni, ugye most az egyetemen oktatónak hívnak minket, meg bár ez egy vizuális szak, ahol én oktatok most már sem, most tudom, 12 éve, de ez egy nyelv, én mindig azt mondom ott a hallgatóknak is, főleg a kezdőknek, mert azért nagyon sok olyan jön hozzánk, aki nem kerülne be mondjuk a képzőre, vagy az iparra, vagy egy komolyabb művészeti tagozatba, és mégis, hogyha eléggé értelmes és ambiciózus, akkor megtanulja egészen magas szinten ezt a nyelvet beszélni. Tehát én ezért szoktam nekik ezt preferálni, hogy ezt értsék meg. A gyerekeknek a vizuálitáshoz való hozzáállását megnézzük, ez is egy érdekes történet, mert minden egyes kis gyerek, óvodás gyerek, sőt még első-második általános iskoláig, harmadikig maximum, ha azt mondjuk neki, hogy rajzold le ezt, vagy azt, vagy az élményedet, akkor ő szó nélkül nekiáll és csinálja. Tehát fel sem merül benne, hogy ezt ne beszélni, ezt a nyelvet. Aztán, hogyha 5.-6. ugyanezt megpróbáljuk, akkor a társaság jelentős része, megkockáztatom, közel 80%-a azzal fogja ezt elutasítani, hogy ő nem tud rajzolni. Most akkor hol felejtett el? Hol veszett el? Hát most én nem akarom egyértelműen ezt az oktatásra húzni, de nyilván megkerülhetetlen az a felelősség, ami ott jelentkezik. Én úgy gondolom, hogy ez az egész ez alapvetően egy szellemi munka, egy szellemi tevékenység, egy szellemi élet. És én például rengeteget olvasok a mai napig, de fiatal koromban még sokkal többet, talán több időm volt rá, bár ezt nem is érdemes ebbe belemenni, az ember akarja, akkor van rá ideje. És rengeteg sok olvasás, tanulás, és egyébként itt reflektálnék is vissza az előző gondolatra, hogy amikor a gyerekeknél is bejön az oktatásba, vagy a tanításba, a verbalitás és a verbális dolgokba egyre többet kapnak, egyre több információ azon a csatornán jön be nekik, akkor kezd el eltűnni az a teljesen nyitottság, ami korábban még jellemezte őket, és emiatt nem volt számukra probléma. Van egy állandó, tehát én nem szeretem, ha misztifikáljuk egyáltalán a művészetet. Tehát ez ugyanúgy a szellemi életnek a része, mint akár a tudomány, vagy bármilyen olyan tevékenység, amihez folyamatos utánaolvasás, utánaképzés, gondolkodás, egy folyamatos szellemi eleven lét szükséges. Na most, hogyha ezt így közelítjük meg, akkor mindjárt másként lehet értelmezni a kérdést, mert egy folyamatos gondolkodás, aminek folyamatos rögzítései vannak. Ha az ember a verbalitás menti művészeti ágazatok, balázsd, irodalom, költészet, stb., akkor állandóan fog verbális dolgokat lejegyezni, verstöredékeket, verseket, és folyamatosan egy ilyen jegyzés van. Én folyamatosan rajzolgatok, skiccelgetek, illetőleg kis formavázlatokat csinálok minden egyes olyan gondolat mentén, ami már megér annyit. És hogyha már létrejönnek gondolatok, akkor azok már elkezdenek egy kicsit önmaguk is működni, ugyanígy a rajzok, a kis vázlatok elkezdenek egy picit önmaguktól is már fejlődni.
A szobrászat az azért egy alapvetően egy autonóm, önálló ágazata a képzőművészetnek, mert ugye a képzőművészet is egy elég széles paletta. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a mai korban már egyértelműen az építészetet azt újra a teljesen egyenrangú képzőművészeti ágazatok közé kell sorolni. Ugyanakkor ott teljesen egyértelmű, hogy bár a modern építészet lévén, hogy kapott is olyan számítástechnikai, számítógépes segítséget, támogatást, amivel sokkal bátrabbak vagy könnyebben, elengedettebb kézzel szabadabban tudnak tervezni, vagy egyszer csak tudtak már tervezni. És bele is futott egy picit itt-ott az építészet olyan zsákutcákba, ahol autonóm próbált lenni. Nem az, egyszerűen egy alkalmazott műfaj, de ugyanígy alkalmazott műfaj a grafikának is egy része, amit úgy is hívunk, hogy alkalmazott grafika. Vagy ugyanígy én úgy gondolom, hogy a festészetnek is, a modern kori festészetnek mindenképpen van egyfajta dekoratív része is. Tehát ha úgy tetszik, ott is van már egy ilyen alkalmazott dolog. A szobrászatban is van. Van olyan eset, amikor az ember valahova konkrétan tervezni akar valamit. Vagy őt megfogja egy helynek, egy térnek a milliője, vagy pedig egy konkrét feladat, konkrét pályázat például, egy kiírás, és akkor azon kell gondolkodni. A kompromisszumkészség az, ha nem is a legfiatalabb korában jellemzi az ember, de később meg kell tanulni, és meg kell tanulni vele együtt is jót csinálni. Tehát az igazi kompromisszum az szerintem az, hogyha meg tudjuk tartani az eredeti elképzelést, az eredeti célt, legalábbis a magját, a lényegét, a legfontosabb részeit, és azon túl meg figyelembe tudunk venni olyan elvárásokat, amik még hát nem másítják meg nagyon, hogy szépen fejezem ki magam. Imre Péter most a Szekszárdi Német Színház elé tervezett szobron dolgozik. Az engedélyek a rendelkezésére állnak, és a műteremben már elkészültek az első vázlatok is. Ha minden a tervek szerint halad rövidesen, ez az alkotás díszíti majd a színház előtti teret.